Élő embert talált a romok alatt, ezt jelzi a mentőkutya. Találtunk egy szemét, alulról jelzett a kutya. Köszönöm, nyugtáztam. Ezután jöttek a speciális mentők, akik felszínre hozták a sérültet. Tételezzük fel azt, hogy földrengés történt, összeomlott az épület, és csak alulról lehet megközelíteni. A helyszín egy néhány hónappal ezelőtt felrobbantott bányaépület. Ilyen nagy gyakorlatot romok hiány Magyarországon ritkán tarthatnak. A mentőcsapat vezetői 3 embert rejtettek el a romok alatt. Őket kellett megtalálniuk a mentőknek és a kutyáknak. Kutyákkal kell nagyon sokat foglalkozni, az ő felkészítésük az a legfontosabb, ők találják meg nekünk a megmentendő embereket. A több 100 négyzetméteres területet kevesebb mint 1 óra alatt átkutatták, és mindhárom sérültet megtalálták. Magyarországon 20 vizsgázott mentőkutya van, Nixon az egyik. 2 évig képezték, hogy felismerje és jelezze, ha bajba jutott ember talál, akár több méter mélyen. Azt lehet mondani általánosabb, hogy több méteres törmelék alatt is megtalál a kutya. Naponta több órát gyakorolnak, a kiképzők szerint a kutyáknak ez játék. Tugatják ezt az eltűnt szemét, akkor utána megkapják a jutalmat. Ez lehet vagy labda, vagy valami jutalomfalat. Tehát gyakorlatilag ők igazi éles helyzetben is játszanak. A speciális mentők itthon, főleg eltűnt személyek felkutatásában segítenek. Földrengésnél legutóbb Indonéziában voltak tavaly októberben. Ott 30 speciális mentő dolgozott, 10 kutyával.